nem sokára ünnepli az ENSZ a 79. születésnapját, amelyezben nem csak hogy tag Magyarország, hanem más országokhoz hasonlóan egy külön ifjúsági küldöttség is működik, lassan már 8 éve, és 8 hónapja kezdte el a ciklusát Primo Vidad, aki szenior küldöttként tagja a szervezetnek, akit nemcsak csak az ENSZ közgyűlésén láthatunk, hanem itt a stúdióban is, hiszen elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, és szia! Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit! Elsőnek is van ez az ENSZ nevű dolog, és azt halljuk róla, hogy vannak ilyen kéksisakos katonák, különböző humanitárius ellátásokat nyújtanak rászoruló országoknak, és valahogy nagyon távoli ez az egész szervezet, hogy mégis hogy jön Magyarország ez a nagy nemzetközi szervezethez, takként mi hogyan járulunk hozzá az ENSZ munkájához, és egyébként milyen hatással van ránk, mint ország az ENSZ. Szeretném azzal indítani így a, a választ erre a kérdésre, hogy én nagyon-nagyon pozitívnak tartom azt, hogy van egy olyan nemzetközi platform, ahol tulajdonképpen majdnem az egész világ, tehát 193 tagország tud egymással kommunikálni, és globális problémákat megoldani, illetve lehet megoldásokat találni, megkínálni erre. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk így külön Magyarországról is, de az tényleg nagyon fontos, hogy ennyi tagállam jelen tud lenni, mert hogy korábban azért nagyon-nagyon kevés lehetőség volt arra szerint, hogy ilyen szinten kommunikáljanak az államok egymással, és azért a diplomáciának, ami mondjuk nem a bilaterális diplomácia, pontosan ez volna a lényege. És most így az ifjúság oldaláról fognám meg a választ erre a kérdése, hogy az, hogy Magyarországnak van -e egy ifjúsági küldötti programja, és egyébként a, a többi ensz tagállamhoz képest egészen élen járunk abban, amilyen formátumban és amilyen minőségben tud működni immáron ennyi éve ez a küldötti program. Elképesztően nagy dolog, mert tényleg az, hogy a fiatalok hangját és esetünkben a magyar fiatalok hangját az egész világ hallgathatja. Az szerintem egy, egy elképesztő történet. Nagyon sokan félünk attól fiatalként, hogy hiába mondunk bármit, hiába próbálunk cselekedni, nincsen hatásunk a világra, de még nagyon mondjuk a környezetünkre sem. És így ifjúsági küldöttként az, hogy nem csak nemzeti szinten, hanem nemzetközi szinten is tudunk példát mutatni a kortársaink számára. Én úgy gondolom, hogy ez szinte talán egyedülálló dolog. Szerinted mi az a probléma, amely a legnagyobb problémának lehet megnevezni így a fiatalok körében, és az ENSZ most foglalkozik ezzel, vagy így most akár a te delegációddal, vagy alapvetően az egész ENSZ viszonya a fiatalokkal így ebben a kontextusban értelmezi ezt a problémát? Sokat foglalkozunk azzal, hogy mi a fiataloknak a problémája, mivel hogy ezt feltétlenül, térképezve tudjuk aztán közvetíteni a döntéshozók irányába, és rengeteg probléma van. Én most szeretnék kiemelni egy-kettőt, amivel mi kicsit mélyebben foglalkozunk, illetve a tapasztalataimat beemelni így januártól kezdve. Idén kettő prioritásunk van, az egyik a nemek közötti egyenjogúság, a másik pedig a kulturális párbeszéd, és az ENSZ-nek vannak fenntartható fejlődési céljai, ez 17 cél, amit megfogalmaztak, hogy 2030-ig szeretnének el érni közösen a tagállamok. És ezek között a célok között van például egy olyan, hogy nemek közötti egyenjogúság, és van egy olyan, hogy minőségi oktatás. A mi munkánk elsősorban ehhez a két célhoz alkalmazkodik ebben az évben. Azon belül a minőségi oktatáson belül próbáljuk ezeket a, a kulturális ö, programokat elindítani, hogy elmélyüljön egy párbeszéd a különböző etnikumok között, és a kultúrát, mint művészetet is igyekszünk beemelni, hiszen úgy gondolom, hogy ha a minőségi oktatásra gondolunk, akkor el kell tekintenünk egy picit attól, hogy csak a hagyományos általános iskolában, középiskolában és felsőoktatásban zajló öm, oktatási rendszerről beszélünk, mert nagyon jó az, amikor be tudnak emelni plusz elemeket az oktatásba, hogyha eljutnak a fiatalok, akár osztály szinten mondjuk egy színházi előadást megtekinteni, elviszik őket múzeumba, rendhagyó órákat tartanak nekik, konferenciákat szerveznek, szóval minden-minden, ami plusz tevékenység az általános oktatáson kívül. És amiket mi tapasztalunk, van egy ilyen országjárás programunk idén, ami azt jelenti, hogy minél több iskolába ellátogatunk országszerte, és igyekszünk határon túli magyarokhoz is eljutni, középiskolákba, egyetemekre, szakkollégiumokra, minél több ifjúsági szervezethez, és amire még nagyon figyelünk, az az, hogy reprezentatívak legyünk, szóval a szegénységben élő fiatalokhoz, hátrányos helyzetű fiatalokhoz, szellemi fogyatékossággal élő fiatalokhoz is ugyanúgy elmegyünk, kikérdezzük őket a problémákról, és amit látunk, az az, hogy rengetegen mesélnek arról, Róla, hogy az oktatást azt elavultnak érzik, és ilyenkor az a jó ezekben a beszélgetésekben, hogy tudnak javaslatokat is megfogalmazni számunkra, amit aztán tudunk közvetíteni. Például nagyon sokan mondják azt, hogy érdemes volna bevezetni az oktatásba egy kicsit ezt a tapasztalat alapú ismeretszerzést, legyen ne csak frontális oktatás, legyen sokkal több csoportmunka, csapatmunka, legyenek projektek, azért külföldön már több helyen is sokkal elterjedtebb ez a fajta oktatás, hogy projekt alapon tanulják meg a dolgokat. És mondjuk lehet, hogy az egyetemeken már ez jobban működik, vagy így a felső oktatásban, vagy a posztgraduális képzéseknél, de általános iskolában és középiskolában még. Jellemző. A másik még az, hogy néhány évvel ezelőtt ilyen fiatalokkal kapcsolatos kutatásokat, amiket így olvasunk, megnézünk, az volt a feltűnő, hogy sokkal fogható problémáik vannak a fiataloknak. Például mondjuk az, hogy kevés volt a munkalehetőség, vagy hogy nehéz volt lakhatást szerezni fiatalon. Most viszont sokkal abstraktabb problémáik vannak legalábbis most, hogyha a magyar fiatalokról beszélünk, és az egyik az mondjuk a közösségek hiánya, ami nagyon kiemelt szerepet kap, az, hogy pénzügyi nehézségek vannak, de ami talán az elmúlt években a legkielezettebbé vált, az az, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz számukra a jövő, bármilyen dimenzióról beszélünk az életnek. Persze lehet arról beszélni, hogy ezt most mi okozza, de... Többek között azt szokták mondani, hogy egész egyszerűen, amilyen gyorsan változik a világ, és amennyi impulzus ér minket, akármennyire is úgymond ez a mi generációnknak a, a sajátossága, nehéz ehhez alkalmazkodni, és, és nem tudják, hogy ez mit fog okozni a jövőben. Ha már ennyi problémát így kitettünk az asztalra, akkor mi, melyek ezekre a megoldások? Ez az ENSZ ifjúsági küldöttsége program, ez egy megoldás erre, pontosan mi is a célja, mi a feladata ennek a szervezetnek. Az ifjúsági küldötti program tulajdonképpen azért jött létre, hogy hidat képezzen a fiatalok és a döntéshozók között. Mi tulajdonképpen terepmunkát végzünk, amint említettem korábban az országjárás kapcsán, és nem csak szóban beszélgetünk a fiatalokkal, hanem már volt arra példa, hogy felméréseket készít, készítettünk online kérdőívezéssel, több százan kitöltötték, ebből készítettünk egy jelentést. Ez egyébként pont a nemek közötti egyenjogúsághoz kapcsolódott, ugyanis a, az ENSZ-nek márciusban szokott lenni a nők helyzetével foglalkozó bizottságának az ülésszaka, és erre készítettünk idén márciusra egy ilyen feltérképezést, és ebben az évben a fő téma az volt, hogy hogyan lehet a szegénységben élő nőknek így a helyzetét javítani, és az intézményrendszereket hogyan volna érdemes átalakítani, hogy ezt a célt jobban szolgálják. És ezt a jelentést elküldtük, utána pedig márciusban én ki tudtam utazni erre az ülésszakra, és fel is tudtam szólalni így a magyar fiatalok, és elsősorban a magyar nők képviseletében elmondtam, hogy nálunk milyen problémák voltak, például a menstruációs szegénység egyébként egy, egy nagyon gyakran emlegetett téma volt a, a válaszadók között, és jó gyakorlatot is tudunk ilyenkor megosztani. Én pedig azt meséltem el, hogy bevezették nálunk, hogy a fenntarthatóság, mint középiskolai tantárgy, az most már igazából jelen van a középiskolákban, és idén először lehetett belőle érettségizni, ami azért izgalmas, mert ez egyébként egy picit talán választad arra a kérdésre is, hogy hogyan lehet jobban tapasztalat alapú tantárgyakat, vagy oktatási formát bevezetni, mert hogy ez nem csak mondjuk környezetvédelmi problémákról számol be, hanem nagyon sok társadalmi vonatkozása is van, és nem csak lexikális tudást adnak át ezen keresztül a tanárok a fiataloknak, hanem tényleg problémákról beszélgetnek egy kicsit elmélyültebben, mint amit mi mondjuk egy-egy ilyen alkalom alatt le tudunk hozni. Amikor mi beszélgetünk a fiatalokkal, említettem, hogy összegyűjtjük ezeket az általuk adott válaszokat, vagy a probléma problémafelvetéseket és a javaslatokat, és ezt eljuttatjuk a döntéshozókhoz itt Magyarországon is. Mi kapcsolatban vagyunk a Kulturális Innovációs Minisztériumon belül a Fiatalokért Felelős Főosztályjal, illetve a Külgazdaság és Külügyminisztériumban az ENSZ Főosztályjal, és mi folyamatosan kommunikálunk velük, szoktak lenni találkozóink személyesen is, és minden hónapban küldünk nekik beszámolót és ők igyekeznek beépíteni a mi általunk tett javaslatokat az ő munkájukba, olyan projekteket indítanak el. Volt már arra példa, hogy akkor tovább irányítottak minket egy másik döntéshozóhoz, vagy egy másik szervezethez, szóval tényleg igyekeznek kézzelfogható megoldásokat kínálni. Nyilván ez most már egy picit nehezebb, hogyha maga a probléma sem annyira kézzelfogható, de abszolút nyitottság van a részükről, és amit még érdemes ilyenkor elmondani, hogy azért ez egy olyan folyamat, amit minden ifjúsági küldött az adott évében elindít, viszont soha nem abban az évben fogja még ugye látni a hatását, mert hogy, hogy Azért ez tényleg egy, egy hosszabb folyamatnak a része, és mi a lépcsőfokokat képezzük ennek az irányába. És mégis hogyan működik ez a szervezet, hogyha valaki ránéz a social media platformaitokon vagy oldalaitokra, akkor egyszerre látott senior küldöttöt, junior küldöttöt, szakértőket, hogy menjen vagytok, te mit képviselsz, meg milyen szerepek vannak itt ebben a szervezetben? 2016-ban, amikor elindult a program, akkor először csak egy ifjúsági küldött volt, és úgy gondolták, hogy akkor majd ez lesz a menet, egy évig van egy küldött, utána jön a következő. Ez idén megváltozott, ugyanis úgy gondolták a, a programnak a vezetői, hogy szeretnének egy kicsivel több kontinuitást adni a programnak, mert az nehézség volt minden új ifjúsági küldöttnek, hogy kapott valamennyi mentorálást a korábbitól, viszont azért belecsöppenni így hirtelen a mély nem annyira egyszerű, illetve azért egy év rövid ahhoz, hogy minden megvalósuljon, amit az ember eltervez, és nagyon sok jó gyakorlatot indítottak már el a korábbi ifjúsági küldöttek is, amiket nem feltétlenül tudtunk továbbvinni, vagy tudtak továbbvinni az előttünk lévők. Szóval ez erre is egy kiváló dolog, illetve most már azért, hogy így a küldötti évnek a nyolcadik hónapjában, vagyunk, látjuk, hogy mennyire, mennyivel hatékonyabb az, hogy nem csak egy ifjúsági küldött van. Én vagyok a senior idén, és van egy küldött társam, a junior küldött Tvecsten Anna hívják, és ő az, aki január óta tulajdonképpen mellettem van, és ugyanúgy dolgozik. Még nincs meg pontosan az a koncepció, hogy mit csinál egy senior, mit csinál egy junior, hiszen mi vagyunk most így a, az új um, programnak így a, a, az előjárói. Ezért ő is egyébként nagyon-nagyon aktívan tevékenykedik, ha már csak arra gondolunk, hogy mennyivel egyszerűbb brainstormingolni, több ötlet, több gondolat, több kapcsolatrendszer, ismerettség, és ezért a kapacitásunk is nagyobb. És úgy éreztük, hogy szeretnénk még többet kihozni a programból, és talán egy jó gyakorlatot is elindítani így a következő küldött évekre nézve. És július 1 öt fiatal dolgozik velünk önkéntesen, őket ifjúsági szakértőknek hívjuk. Tulajdonképpen lett egy csapatunk, nagyon sokat segítenek nekünk a háttérmunkákban, hogyha találkozunk egy döntéshozóval, akkor utána néznek az ő előéletének, készítenek nekünk egy összefoglalót róla, hogyha mi készítünk egy interjút vagy egy panelbeszélgetést, akkor ugyanígy segítenek nekünk összeállítani az anyagot. A közösségi médiára edukatív tartalmakat írnak össze, posztokat szerkesztenek, segítenek ők is tartalmakat felvenni és készíteni, mert hogy tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyi embert tudunk elérni, és az országjárás az nem elég ahhoz, hogy tényleg lefedjük az egész országot legalábbis egy év alatt. Úgyhogy tényleg nagyon sok mindenben segítenek, és most nyáron pedig kiszelepüléseink voltak főleg, meg még lesz is egy fesztiválokon, táborokba, ifjúsági szervezeteknek, a konferenciáin, előadásain, és ott is jönnek velünk, ott állnak a standunknál, leszólítják az embereket, mesélnek nekik a mi munkánkról, a fenntartható fejlődési célokról, és tulajdonképpen mindenről, amiről mi is tudnánk. De, amint korábban említettem, egész egyszerűen sokkal nagyobb a kapacitásunk, és még sokkal többre vagyunk így képesek. És magát most az ENSZ és az ENSZ ifjúsági küldöttség viszonyára rátérve, hogy titeket hogyan kezelnek ott az ENSZ-ben, milyen szerepetek van, milyen hatáskörötök van, egyszerűen mennyire tudnak egyáltalán komolyan benni titeket, hát itt mégiscsak arról van szó, hogy milyen óriási nagy emberek vannak ott, aztán jönnek ezek a fiatalok, és jól megmondják a tutit, hogy hogyan vagytok kezelve az ENSZ-ben. Ez minden államnak a saját hatásköre, tehát hogy így a tagállam válogatja, hogy a saját ifjúsági küldötti programját hogy kezeli, és mennyire ad szabad kezet ott az ENSZ-ben való tartózkodásra, a felszólalásra, stb. stb. Nálunk Magyarországon igazából nagyon nagy szabadságunk van, és rengeteget segítenek nekünk. New Yorkban az ottani ENSZ melletti állandó képviselet az, aki egyébként így felel a programnak az ottani oldaláért. És amint korábban említettem, nálunk azért már nagyon előre haladott és jól beágyazott a program, így a minisztériumi háttértámogatás és az állandó képviseleti háttértámogatás is. Nekünk például több alkalommal lehetőségünk volt arra, hogy felszólaljunk az ENSZ-ben, nemzeti felszólalás keretében, amikor mondjuk egy-egy nagykövet diplomata tett volna felszólalást, volt, hogy egész egyszerűen átadták nekünk a lehetőséget, és már megvannak azok az ülésszakok, amikor mondjuk tipikusan sok ifjúsági küldött utazik New Yorkba, és más tagállamok is lehetőséget adnak a sajátjaiknak. Sajnos nem minden tagállamnak van ifjúsági küldötti programja, de azért is jó, hogy sok más ifjúsági küldöttel ott tudunk találkozni, mert akkor próbáljuk megmutatni ezt, hogy más tagállamok számára, hogy mennyire jó tud lenni ez a program. És egyébként komolyan vesznek bennünket, tehát ott van, hogy külön szerveznek az ifjúsági küldötteknek, találkozott mondjuk a közgyűlés elnökével, vagy bizonyos szakosított szerveknek az elnökével, vezetőével, vannak saját ilyen kapcsolatépítős események, és mi is kísérő rendezvényeket valósíthatunk meg, ami azt jelenti, hogy van egy főülésszak, a plenáris ülések, és minden, ami úgymond ilyen kötelező program, vagy a főcsapás irány is, amellett rengeteg Hát ilyen kísérőrendezvénynek nevezett program valósul meg. Ez lehet mondjuk egy egy panelbeszélgetés, lehet egy picit lazább, kötetlenebb esemény, de áprilisban Anna Marival együtt, amikor kiutaztunk, akkor mi is tudtunk egy ilyen kísérőrendezvényt szervezni a Dán és a Máltai ifjúsági küldöttekkel, ami például arról szólt, hogy milyen hatása van a fiataloknak és mondjuk a fiatal nőknek a békeépítésben. És egyébként így mennyire lehet azt mondani, hogy ilyen egyszemélyes hadsereg vagytok így, tegyük fel most így Magyarország, mint küldöttség, mennyire van az, hogy akkor ti csak a sajátotokkal beszéltek, vagy mennyire van kapcsolatépítés, mennyire tudtok segíteni, ő, például te, mint magyar ifjúsági küldött, egy nem tudom szlovák ifjúsági küldöttel voltak -e erre precedensek, hogy történt ilyen együttműködés? Igen, abszolút, és érdekes is, hogy pont a szlovák kifizsági küldöttet említed, mert a nyár folyamán egyébként vele pont volt egy találkozó, egy panelbeszélgetés. Gombaszögre utaztunk felvidékre, ott a Gombaszögi Nyári Tábor, ami tulajdonképpen egy egy fesztivál, és őt is meghívtuk, hogy tartsunk közösen egy panelbeszélgetést, és az ottani résztvevőknek, akik többségében mondjuk felvidéki magyarok voltak, de voltak szlovákok, meg, meg máshonnan külföldiek, nekik angolul tartottunk egy panelbeszélgetést arról, hogy mi is ez az ifjúsági küldötti program, és összehasonlítottuk a két államnak a, a programját, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbségek, de egyébként nagyon erős, erős közösség van, tehát mi folyamatosan tartjuk online a kapcsolatot, van mindig egy csoport, amiben belekerülsz, hogy kik abban az évben az ifjúsági küldöttek, van külön alumni csoport, tehát utána lehet kapcsolatot tartani, és egy picit ilyen Erasmus élményhez hasonlítanám, hogy azért tudnak életre szóló barátságok köttetni. Az együttműködések alatt is persze kialakul már egy olyan viszony, hogy muszáj a másikra támaszkodni, tehát például amikor a kísérő rendezvényt szerveztük a dánokkal és a máltaiakkal, ott is egy nagyon jó viszony alakult ki, de hogy hogyha éppen valakivel nem szervezünk rendezvényt, akkor is mindig a az ülésszak alatt esténként vannak ilyen networking eventek, közösségi események van, hogy csak közösen elmegyünk vacsorázni. Márciusban például elmentünk egy, egy stand-up show megnézni az ifjúsági küldöttekkel, úgyhogy tényleg nagyon erős a közösség, és számítunk is egymásra. És Magyarországon úgy említetted, hogy gyakorlatilag egy kapocs szeretnétek lenni a döntéshozók és a fiatalok között, hogy erre kifejezetten egyébként milyen eszközeitek vannak? Úgy gondoljátok, hogy ez a program egyébként még sokkal többet kéne belerakni, hogy, hogy sokkal erősebb lenne ez a kapocs, vagy már most is azt érzitek, hogy teljesen el tud látni egy olyan feladatot, amire hiány van Magyarországon? Szerintem mindig van hova fejlődni, tehát én, én mindenképpen szeretném, hogyha a többi ifjúsági küldött is majd, aki ezután az év után következik, hangsúlyt fektetne arra, hogy minél több emberhez eljusson. És idén tényleg nagyon erősen azt tapasztaljuk, hogy ha jól működik a közösségi média és a közösségi médián a kommunikációnk, akkor elképesztően sok emberhez el tudunk jutni. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem ismerik még azt sem, hogy van egy olyan szervezet, hogy ENSZ. Természetesen így azt sem tudják, hogy van ENSZ ifjúsági küldötti program. A személyes találkozások alkalmával mélyebb benyomást lehet természetesen kelteni az emberekben, viszont a közösségi média meg tényleg az elérésben segít nagyon. Ez mindenképpen egy, egy eszköz a kezünkben. Igény van rá, ebben biztos vagyok, mert soha nem találkoztunk zárt ajtókkal, tehát sem iskolák részéről, sem döntéshozók részéről, sem más partnerek részéről, és minél több fajta típusú eseményt szervezünk, annál többen embert tudunk bevonni, mert hogy egész egyszerűen egy panelbeszélgetésre nem biztos, hogy ugyanaz a közönség jön el, mint mondjuk egy kicsit játékosabb workshopra. Ezért próbálunk e tekintetben is nagyon rugalmasak és sokrétűek lenni. És akkor kicsit most így az ENSZ-től távolabb, vagy inkább, hogy most ugye közelítettünk, hogy else beszéltünk az ENSZ-ről, aztán az ifjúsági küldöttségről, és akkor most még szűk ebben beszéljünk kicsit rólad, hogy te hogy jöttél a képbe, hogyan ismerted meg ezt a programot, és, és te neked mi a személyes történeted ezzel az egész programmal. Én nemzetközi tanulmányokat tanultam a Szegedi Tudományi Egyetemen alap- és mesterképzést, illetve most ugyanott vagyok, PhD-hallgató a jogi doktori iskolában. És mivel már igen régóta van érdeklődésem a diplomácia a nemzetközi kapcsolat iránt, néhány éve szembe jött velem ez az ENSZ ifjúsági küldötti program, szerintem a közösségi médián, és elkezdtem követni mindig az aktuális ifjúsági küldöttnek a munkáját, és éreztem egy ilyen készetés, hogy hm, ez egy olyan dolog, amit mondjuk szívesen csinálnék, de valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, hogy tudjak jelentkezni. És egy panelbeszélgetésre készültem, nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen a panelbeszélgetésnek a, a témája az szinte ugyanaz volt, mint amivel most uh, foglalkozom. A Szegedi Tudomány Egyetemre uh, látogatott így az ENSZ nap alkalmából Bogyai Katalin nagykövetasszony és ő szerette volna, hogyha ebben a szakmai panelban van egy fiatal, aki a fiatalok szemszögét el tudja mondani, hogy mit gondolnak az ENSZ-ről, releváns-e, miben tud-e a fiataloknak segíteni, meg egyébként, hogy legyen egy picit ilyen személyesebb vonal is a beszélgetésben. És miközben erre készültem fel, úgy gondoltam, hogy felkeresem az akkori ENSZ ifjúsági küldöttet, ő a tavaly 2023-ban Offenbacher Csenge volt, és írtam neki egy e-mailt, hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy mik a tapasztalatai, mert hát természetesen szeretnék hitelesen beszélni ez alatt a, a panel alatt. És ahogy az ő elérhetőségét kerestem, akkor láttam a weboldalon, hogy újra megnyílt a jelentkezés erre a pozícióra. Elég impulzívan úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor beadom, és bevallom, már meghosszabbították a jelentkezést, és ilyen utolsó pillanatos enter volt ez nálam, de úgy voltam vele, hogy igazából miért ne, lehet, hogy behívnak mondjuk a szóbeli elbeszélgetésre, talán megismernek engem a kapcsolatépítés szempontjából sem lehet rossz, hát igazából veszíteni valóm nincsen, ha nem vesznek fel, akkor sem. És behívtak a szóbeli elbeszélgetésre, utána pedig behívtak a döntőbe, oda négyen jutottunk be, és többek között Anna Mari is ott volt, és hát ugye akkor döntöttek a döntő után úgy a tagok, hogy akkor kettőnket szeretnék, és elindítják ezt a kettős küldötti rendszert. És akkor most kicsit ez a múlt, és mi lesz a jövő? Ez egy ugró és akkor az ENSZ-be fogsz dolgozni egész életedből, hogy hogyan kell elképzelni Brimo Vidádnak a, a jövőjét? Hát, mint ahogy nagyon sok magyar fiatalnak, nekem is az a problémám, hogy bizonytalan a jövő, de nagyon-nagyon szeretnék a diplomáciában elhelyezkedni. Még nem tudom, hogy Magyarországon vagy külföldön. Nem feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy mindenáron külföldön éljek, viszont valószínűleg lesz olyan szakasza az életemnek, amikor valahol külföldön fogok hasonló munkakörben dolgozni. Vonz az ENSZ, azon belül az UNESCO, mert engem nagyon-nagyon érdekel a kulturális diplomácia. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mi az az irány, amiben el tudok menni. A, a PHD tanulmányaimat szeretném még befejezni előtte. És ö, így zárásként tudnál-e mondani esetleg egy olyan pillanatot, olyan eseményt, ami így ebben az elmúlt nyolc hónapodban a legmeghatározóbb volt így a küldöttségi programot kapcsán? Mondok egy hazait, meg mondok egy enszeset. Az országjárás alatt, ahogy említettem, igyekszünk minél több csoporthoz ellátogatni, és elmentem egy olyan iskolába, ahol tényleg nagyon nehéz sorsú fiatalok tanulnak. Ez egy ilyen gyógypedagógiai módszertani iskola, és bementem, bemutatott engem az intézményvezető a fiataloknak, ki vagyok, mi vagyok, miért jöttem, mit fogunk csinálni, és készültek nekem egy meglepetéssel, ugyanis az egyik tanuló, verset mondott nekem. És ez egy olyan vers volt, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy nekik milyen nehéz sorsuk van, de annyira, szóval, hogy, hogy nem volt túl cizelláva az, ahogy mondta, tényleg ilyen nagyon kis egyszerűen viszont érződött, hogy elképesztően hiteles az ő szájából ezt nem kell szerintem kifejtenem, és annyira meghatódtam, hogy hát bevallom, elkezdtem sírni, és ezután kellett volna nekem akkor fölállnom, és elkezdenem az előadást. Picit tartottam attól, hogy hogy fogom megtörni a jeget ezekkel a fiatalokkal, mert féltem, hogy nehogy azt higgyék, hogy jöttem egy furcsa nevű szervezettől, ami teljesen idegen és megfoghatatlan, magas lóról beszélek, nem tudom én honnan, hogy szerettem volna tényleg kapcsolódni hozzájuk, és hiteles legyek, mert hogy így tudom a véleményt Úgymond kicsalni belőlük is, és itt tudunk őszinte beszélgetéseket kialakítani. És miután elkezdtem sírni, ezután nem kellett azon aggódnom, hogy hogy fogom megtörni a jeget, mert tényleg nagyon csillogó szemekre és mosolygó arcokra leltem, és tényleg nagyon-nagyon jó hangulatban telt az egész előadás, workshop. Ez az egyik, ami nagyon-nagyon meghatározó volt. Egyébként egészen sok hasonló élményem volt, ami megható volt, máskor nem sírtam, de, de, de hogy tényleg nagyon sok megható történettel találkoztam. Az ensz pedig az a jellemző, amikor egy ember felszólalást tart, legyen ez egy nagy nagykövet, tényleg fiatal bárki, nem mindig hallgatják meg olyan értő figyelemmel egymást az emberek, ezek nagyon hosszú plenáris ülések, három-négy x órán keresztül ott vannak, és igazából nagyon sokszor azt lehet hallani, hogy ismétlik egymást az emberek. Öm, és pont áprilisban, amikor mind a ketten kint voltunk Anna Marival, akkor hát következett az én felszólalásom, elkezdtem beszélni, kettő percem volt, és én nem vettem észre, de utólag Anna Mari mondta, hogy elcsendesedett a terem, és végighallgatták, amit mondtam, és utána megtapsoltak, ami... Megint csak nem feltétlenül mindig jellemző, úgyhogy én ezt egy nagyon-nagyon pozitív élménynek fogtam fel, és márciusban pedig, mondjuk ott bevalom, nem emlékszem, hogy kaptam-e tapsot, de elkérték a, a beszédemet utána. Szóval ez, ez mind olyan dolog, ami, ami azt mutatja, hogy van értelme a programnak, van értelme annak, hogy, hogy mondjuk én úgy gondoltam, hogy ez passzolhat hozzám, és, és azt érzem, hogy hiteles lehetek, mert olyan témával foglalkozom, ami engem személyesen is nagyon érdekel. Hát akkor további nagyon sok verset és tapsot kívánunk, és nagyon sok sikert is, és köszönjük szépen, hogy itt voltál, a nézőknek és a hallgatónk, pedig köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!